Sziasztok! Mint ahogy ígértem nektek, ez a héten most a szerelem, szex és a boldogság hormonok kapcsolatáról fogunk beszélgetni, meg még egy picit arról, hogy mi kell ahhoz, hogy stabil boldogságunk tudjon lenni. A múltkori videó után egy úr jelezte nekem, pontosabban megkeresett engem azzal, hogy nem lehetséges folyamatosan boldognak lenni, innentől fogva a boldogságról egy picit nehéz úgy beszélni, mint egy megtartott állapotról, mert bármikor jöhetnek olyan tényezők, amik kérdénítenek minket a boldogságunkból, és onnantól fogva már Úgymond nem vagyunk boldogok addig az ideig, amíg benne vagyunk a negatív spirálunkban. Ezzel természetesen teljes mértékig egyetértek. Azt gondolom, hogy a stabil boldogságnak a lényege az, hogyha történnek ilyen kilendítő események, akkor milyen gyorsan tudunk visszatalálni önmagunkhoz. Például mondjuk összeveszünk valakivel, vagy nem is tudom, autót vezetünk és dugóba kerülünk, vagy elveszítünk valamit, vagy csak bele belerugunk az ágycsarkába a kislábújunkkal, tehát bármilyen rossz dolog történik akkor simán kilendítenek minket a stabilitásunkból, és a kérdés ilyenkor mindig az, hogy milyen gyorsan tudunk önmagunkhoz visszatalálni. Minél stabilabb a boldogságunk, annál inkább visszatudunk találni önmagunkhoz, és amit a múltkor említettem nektek, hogy az élethez való pozitív hozzáállás, optimális attitűd, vagy optimista attitűd nagyban tud segíteni ilyenkor. Ugye nem mindegy, hogy a problémákra ilyenkor kihívásként, vagy fejlődési lehetőségként tekintünk, avagy inkább egy ilyen katasztrófaként. Úgyhogy itt nagyon fontos az, hogy hogyan ítéljük meg azokat az eseményeket, amik velünk történnek. És egy pici párhuzamot mondjak a párkapcsolatok és a boldogság között. Ugyanezt tudom a párkapcsolatok terén is elmondani, hogy tökéletes párkapcsolat nincs, ott is bármikor lehetnek konfliktusok, vagy csak nem vagyunk egymással úgy ráhangolódva, vagy igazából lehet bármi, ami egy rövid ideig eltávolít minket a párunktól. A kérdés ilyenkor mindig az, hogy milyen gyorsan tudunk újra visszatalálni egymáshoz, újraépíteni, nem is újraépíteni, de újra felszíteni a szerelem lángjait, és újra a harmóniát érezni önmagunk és a partnerünk között. Ugye minél stabilabb egy párkapcsolat, annál gyorsabban és annál hatékonyabban tudunk egymáshoz visszatalálni, minél stabilabb a boldogságunk, annál gyorsabban és hatékonyabban tudunk önmagunkhoz visszatalálni. Na most vizsgáljuk meg a boldogságot egy picit más szemszögből, hormonális szemszögből, ugyanis a boldogságról még azt is érdemes tudni a múltkor elhangzottakon felül, hogy igazából nem más a boldogság, mint a boldogság hormonoknak az optimális mértékű jelenléte a szervezetünkben. Amennyiben a hormonaink azt mondják az agyunknak, hogy boldogok vagyunk, akkor boldognak fogjuk érezni magunkat, és kész. Ugyanerre épülnek a drogok is, a némely drog nagyban megemeli a boldogság hormonoknak a szintjét a szervezetünkben, és innentől fogva, ameddig a drog hatás alatt állunk, addig a körülményektől teljesen függetlenül nagyon boldogok leszünk. Persze ezzel nem akarok senkit sem drogozásra buzdítani, ez csak a drognak a működési elve. Azt gondolom, hogy számtalan dolgot tehetünk az életünk során azért, hogy boldogok tudjunk lenni. Úgyhogy nézzünk is át most a boldogság hormonokat, miket érdemes róluk tudni. Kezdjük az endorfinnal. Az endorfin hormon az inkazából egy ilyen általános boldogság érzetet adó hormon, Ö, hogyha magas a szintje, akkor tök jól érezzük magunkat ennél, pontosabban igazából nem is tudnál nagyon tudnám megfogalmazni. Mik hatnak az endorfin hormonok szintjére, hogyha valami vészhelyzetbe kerülünk, például mondjuk éppen ezért szoktam én mondjuk gumiasztalozni, mert az akrobatika is egy endorfin hormon termelő tevékenység, vagy hogyha csípős ízeket eszünk, csoki teszünk, napon tartózkodunk, napfény ér minket, ugyanakkor természetesen a sportolás is növeli az endorfin hormonok a szintjét és a szerelem, meg a szex is. Nézzük a következő hormont, az oxitocin hormon, az a kötődésnek a hormonja, akkor emelkedik meg a szintje a szervezetünkben, hogyha megérintünk valakit, átülelünk valakit, hogyha a testi kontaktusba kellünk valakivel. Az oxitocin hormonról tudni kell, hogy a hölgyek szervezetében még magasabb szinten van jelen, mint az urak szervezetében, ezért a hölgyeknek még fontosabb általában a testi érintés, érintkezés, mint az uraknak. Na most mivel tudunk rá hatni, hogy a testi érintéseken masszírozáson kívül még természetesen a szex is hat rá, az is ugye a testi érintkezés, és ami érdekes egy picit benne az, hogy a szülés is hatással van rá. Ugyanis amikor megszületik a kisbaba, akkor a hölgyek szervezetében nagyon megemelkedik az oxitocin hormonnak a szintje. Ez pedig azt a célt szolgálja, hogy a kisbabát a képen született minél inkább el tudja fogadni az édesanyja, és minél intenzívebb kötődést tudjon azonnal kialakulni a baba irányába. Ez ugye túlélés szempontjából nagyon fontos. Szereti a babát, akkor ő ápolni fog és gondozni fogja már a hormonális ráhatás miatt is. Oké, nézzük a következő hormont, dopamin hormon. A dopamin hormon az igazából a lelkesedésnek a hormonja. Ha magas a dopamin szintjünk, akkor úgy érezzük magunkat, hogy ide nekem a világot, majd én megmutatom. Hát igazából a dopamin hormonoknak a szintjét tudja befolyásolni egy jó zene. Ugye, ha jó zenét hallgatunk, amit szeretünk, akkor beindít minket, és ez a lelkesedésünket felfokozza. Ugyanakkor jó ételek is megemelik a dopaminnak a szintjét, a pozitív gondolatok, a pozitív emlékeken való ö, kellemes visszaemlékezés. Ugyanakkor természetesen a szerelem és a szex is ugyanúgy hat a dopamin szintünkre, akár masturbáció is, mint ahogy pont ez dopamin függő szok, sok olyan, aki a masturbációra magára szokik rá, ez egy pici veszély benne. A következő hormon a fenel, fenilatilamin. A fenilatilaminról annyit kell tudni, hogy egy picit olyasmi hatása van, mint az ízfokozónak a táplálékainkban, mesterséges ízfokozóknak, hogy igazából minden egy picit szebbnek, jobbnak tűnik vele. Ez igazából a szerelemnek a hormonja. Hogyha magas a szervezetünkben a fenéletilaminnak a szintje, akkor a szerelmünket ö, irálisan szépnek, jónak gondoljuk, tehát minden egy picit szebb, jobb vele, és ennek köszönhető, hogy a, hogy a partnerünket egy ilyen csodálatos, úgymond rendű légyként látjuk, és nem olyannak, amilyen valójában. A következő hormon a szerotonin hormon. A szerotonin hormon is egy általános boldogság hormon hat rá a forsav, hogyha megfelelő forsav bevételünk van, akkor emelkedni fogja a szintjét, hatnak rá a B-vitaminok, a napfény, a meditáció, sport, és ugyanúgy természetesen a szeretkezés és szerelem is ugyanúgy hat rá. Végül megemlíteni még a tiroxin hormont. A tiroxin hormon az nem kimondottan egyértelműen boldogság hormon, viszont a túlságosan alacsony a szintje, az egyértelműen depressziósabbá levertebbé tesz minket, az optimális szintje pedig egy picit kiegyensúlyozottabb, egy picit boldogabbá. Na most ugyanakkor azt gondolom, hogy az urak esetében folytos még megemlíteni a testoszteron hormonok a szintjét. Hogyha alacsony a testoszteron hormonok a szintje, akkor a férfi nem tudja igazán férfinak érezni magát, és ez is depressziósabbá teheti. Úgyhogy itt is nagyon fontos az, hogy optimális legyen a hormonális szint, és igazából itt arra is kitérnék, hogy valójában az egész hormonális rendszerünk hat a boldogsági állapotunkra, a mentális állapotunkra, csak ugye a boldogság hormonok azok még intenzívebben veszik ki a részüket, és innentől fog a logikus lépés az, hogy belegondoljunk abba, hogyha bármilyen mentális problémánk van, akkor nem biztos, hogy csak mentális oldalról érdemes megragadni a gyógyulási folyamatokat, hogy hogyan rakjuk magunkat rendbe, hanem elképzelhető, hogy érdemes a hormonális szintjeinket is megvizsgáltatni, mert lehetséges, hogy ott van valami gubanc, ami okozza a lelki problémánkat. Úgyhogy hajrá endokrinológus, hogyha úgy gondoljuk, hogy érdemes lehet kivizsgáltatni a hormonális szintjeinket. Na és akkor menjünk is tovább. Mit kell ahhoz tenni, hogy igazából megfelelő szinten tartjuk a hormonainkat. Azt gondolom, hogy a legjobb és a legegyszerűbb módszer az egészséges életmód, természetesen, mint itt is számtalan más területén is az életnek ez a megoldás. Az optimális mennyiségű sportolás, ez most ha számszerűsíteni akarom, akkor azt gondolom, hogy egy heti két-három edzés, meg ugye egyébként minél több mozgás az életünkbe. Természetesen ne vigyük túlzásba a sportot, mert az egyéb problémákat generálhat, tehát azt gondolom, hogy az optimális mértékű sportolás a megoldás itt mindenféleképpen. Ugyanakkor az egészséges táplálkozás, erős rengeteget lehetne beszélni, vitaminok, ásványanyagoknak a bevitel, ezek mind nagyon fontos dolgok. Viszont ami érdekesség, amit láthattátok, szinte az összes boldogság hormonunknak a szintje összefügg szerelemmel és szexszel a szervezetünkben. Ez azt jelenti, hogy a boldogságunk érdekében nagyon sokat nyomolatba az, hogy hogyan tudjuk megélni a szerelmi életünket és a szexuális életünket. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy boldogságot az csak és kizárólag szerelemmel és szexel tudunk elérni, hiszen gondoljunk csak a gyerekekre, akik nem is szerelmesek, nem is szeretkeznek, nem mégis tudnak boldogok lenni, hogyha optimálisak a feltételeik. Viszont azt gondolom, hogy felnőttként könnyebb megélni a boldogságunkat, hogyha van egy optimális párkapcsolatunk, akivel meg tudjuk élni igazából a szerelmet és a megfelelő minőségű szexualitásunkat. Ezért igyekszem fókuszba helyezni a szerelmet és a szexet, és így összekapcsolni a boldogsággal, és a legjobb tudásom szerint segítséget adni nektek, ahhoz, hogy ti is meg tudjátok élni a saját életetekben a szerelmet, a szexet és a boldogságot. Nos, ennyi lett volna már, amit mondani akartam nektek. A jövő héten, hogy egy picit tovább menjünk, a szexuális életet összekapcsolom egy kicsit a terhességgel és a gyerekvállalással. Arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan működik, hogyan változik meg a szexuális életünk a gyerekvállalás után, a terhesség alatt és a szülés után. Ezt elsősorban azoknak szánom, akik mondjuk, mondjuk gyerekvállás előtt állnak. Nos, amennyiben tetszett nektek a mai videóm, akkor kérek lájkoljátok, ezzel ki tudjátok fejezni a szándékotokat, hogy szeretnétek még több hasonló videót látni tőlem. Amennyiben pedig tetszett a videóm, akkor fel tudtok iratkozni a csatornámra, nehogy nem maradjatok egyetlen részről is. A jövő pedig újra találkozunk. Gírián János voltam. Sziasztok!